Az első részben azt mutattam meg, hogy a menük létrehozásának milyen célja volt. Egyrészt a tájékoztatás, másrészt, és ez a fontosabbik, a vevők elégedetté tétele. A másodikban bemutattam, hogy ehhez milyen eszközöket biztosít nekünk a modulokkal és a menükön belül a kategória megjelenéssel a programozók rendszere. A harmadik részben arról beszéltünk, és most már ehhez közeledünk, hogy valójában az üzleti kommunikáció alakítja a weblapok navigációját, a felhasználói szintekhez való igazodás alakítja, és a technológiai fejlődés. A végén pedig az Apple honlapjának 1997-es nyitóképétől indulva lépésről lépésre eljutottunk 2010-ig, és megálltunk az első nyitó oldalnál, ahol a Beatles volt a nyitókép. Szó se volt semmiről, ami az Apple termékeihez kapcsolódik. Az a második részben, a második rétegben jelenik meg. És az előzőekben beszéltem arról is, hogy 3-4 réteg mélységig gondolkodhatunk. Az összes többi már csak akadálya a vevő döntési folyamatának. Persze nélkülözhetetlen, de erre most nem térek vissza, majd még beszélünk róla. A kis sárga vonalacskák mutatják azt, hogy éppen a főmenőnek melyik lépésére mentem. Én ezt az egészet úgy tudom elképzelni, és könnyebben magamnak kezelhetővé tenni, hogy arra gondolok, hogy egy ilyen hatalmas portál olyan, mint egy bevásárlóközpont. Van egy főbejárat. Bemegyek, ott egy első benyomást kapok. Tetszik, nem tetszik, mindenkinek magára bízom, hogy hogyan gondolja ezt végig. Majd utána egy többszintű bevásárlóközpontban eldönthetem, hogy melyik folyosón megyek, melyik szintre akarok menni. Hát ezek a főmenüben, ezek a kis sárga jelek, egy-egy szint. De még nem jutottam be a boltokba, csak egy-egy fő területen vagyok. Ez egy második szint. Több második szintet is mutatok. Mindegyiken található a termékcsoporthoz kötődően optimalizált megjelenés, de mindig ott van valahol a főmenü is, vissza tudok oda térni. Aztán van többféle képes menü, kiemelt ajánlat. Ezt némely kollégám úgy hívja, hogy forgó-morgó, és nem kell magyarázkodni, hogy a képek egy slideshow-ban haladnak jobbra, balra, előre, hátra, amerre akarjuk. Minden esetre ez a kiemelt lead, kép és szöveg rendkívül fontos. De ez nem azt jelenti, hogy a weblap összes rétegében ott kell, hogy maradjon. Többféle menüt látnak itt is, vannak menüboxok, vannak kép és szöveg kombinációk, ismét kiemelt ajánlatok, kiemelt témák. Majd ahogy haladunk lefelé, a menüboxok, az ikonszövegek aránya megváltozik. És még mindig megadjuk a lehetőséget, hogy ha nem azt akarja, és lejött az aljára, ha végig valami más érdekli, akkor így gyorsan visszamehet. Nem jár úgy, mint én a napokban egy bevásárlóközpontban, ahol csak egy dolgot szerettem volna, megmosni a kezemet, egy kicsit felfrissíteni magamat. Az első szinten elveszítettem a táblát. Fölmentem a második szintre, ott megtaláltam a mosdót, keresztbe az ajtóban. Egy takarítónővel, aki közölte velem, hogy menjek fel a harmadik szintre. Ott szabad éppen a többit takarítják. A szépség hibája dolognak az, én még ennyit egy kézmosásért nem mentem, hogy egyetlen egy ilyen, körülbelül a mozgó lépcsőtől 150 méter gyaloglásra volt. Hát ezt nem nevezem felhasználó barát bevásárlóközpontnak, és egy weblapon ilyent meg nem engednék. Nem csodálkozunk, ha ilyenkor a vevő tovább áll. Szóval én egy kézmosásért ennyit nem gyalogolok, de a vevő sem fog ennyit menni az információt oda-vissza. Ugye itt is hasonló elemeket látunk. Kiemelt ajánlatok képekkel, szöveges, box menü, a mega menü számtalan formája megnyilvánulása. A különbözőség az mindig az üzlet kommunikációjától és a vevők igény szintjétől, felhasználó szintjétől függ.
Ez is egy harmadik szinthez vezető, sőt negyedik szinthez vezető oldal. Ugye mennyivel kevesebb itt már az információképi és marketing üzenete? Mennyivel több a technikai üzenet? Na, de ezt nem is kell nekem magyarázni. Hoppá, egy kicsit gyorsabb voltam a kelleténél. Íme itt a negyedik. Vagy nem negyedik? Harmadik szint. Milyen szint ez? Második szint. És majd ez viszel a harmadik szinthez, pedig már megjelenésében nagyon hasonlít egy, majdhogy nem hagyományos, jobb és baloldali menüstruktúrával, fölülvi szintes menüvel ellátott, hagyományos weblaphoz. Igen, az Apple is csinál ilyent. Kell. De milyen messze vagyunk már a nyitó oldalon az egyetlen Beatles fotótól. Ha ezt megnézték, nézzék meg feltétlenül most az Apple honlapját, 2014-ben hogy néz ki. És ha érdekli, hogy hogyan alakult az elmúlt években, akkor a Wayback Machine, az internet archívum keresése után mindezt lépésről lépésre megnézhetik, ugyanabban az útvonalban, ahogy én ezt végigcsináltam. És íme itt van már a hagyományos témarendszer. Nos, itt tényleg specifikációk vannak. És itt nem szabad, hogy képek, marketingüzenetek, és iratkozzon fel hírlevélre, és mondja el a véleményét, ne mondja el. Itt már ne idegesítsem ezzel. Ezt szokták általában kifogásolni, hogy nyomulnak. Pedig nem önmagában a hírlevéllel van a baj, nem önmagában egy nyomtatvány kitöltésével, egy űrlap kitöltésével van a baj, hanem azzal van a baj, hogy azt rossz helyen, rosszkor, vagy túl sokszor mutatják meg. Most már tudjuk, akkor is tudtuk 2010-ben is, hogy egy jó weblap minden, csak nem egyszerű. De ez nem azt jelenti, hogy nem kezelhető mindez. Megint szaladok. Több szinten épül és dolgozik minden sikeres website, navigációs rendszere. És igenis, le kell egy kicsit lassulni, hogy utána aztán gyors döntésekhez segíthessük a vevőinket. Követni kell a döntési folyamataikat. Vannak hierarchia szintek, van egy központi nyitó oldal, van egy első szint, vannak második szintű oldalak, meg harmadik szintű oldalak, a negyedik réteg az már csak tényleg réteg igényeket elégít ki, és nem szabad mindenkit végigvezetni, végigverni rajta, mert őt nem biztos, hogy érdekli. Lehet, hogy már előbb vásárolt volna. Igen, tényleg, hol is van a konverzió ebből a rendszerből? Hát itt. A vevőknek is különféle elfogadási szintje van, és különféle vevő gondolkodást, vevő pszichológiát kell kiszolgálni. Bizony, nagyon fontos, vannak emberek, akik az újra azonnal ugranak. Vannak, akik az újat azonnal elhárítják. Vannak, akik azt mondják, hogy na, megnézem, mi ez tulajdonképpen. És egy kicsikét körülnéz, hogy mások mondtak-e már róla véleményt. És amikor azt látja, hogy mások már vettek, akkor ő is belevág, mert bizalmat ad. Különféle típusú emberek vannak, gondoljon csak bele, hogy ön hogy vásárol. Ezeket a főbb vásárlói magatartásokat ismerni és követni kell, tiszteletben kell tartani. Mindenkire nem lehet weblapot készíteni, de a legfontosabb elfogadási szintekre, a legfontosabb felhasználói csoportokra igen. A navigáció követi és kiszolgálja a felhasználó és vásárló típusokat. Akkor jó. És ez a konverzió több szinten létrejöhet, és létre is jön. Regisztrálj, vásárolj, tudj meg minél többet, olvas, értelmez, mazsolázgass, és rendelj. Vegyél részt, ezt ma különösen kihangsúlyozom. Ma, amikor 2013 óta általánossá vált a szemantikus keresés, a keresés többé nem ugyanaz, mint ami 2013 előtt volt. 2009-ben már egyéni találati listát kapott mindenki, nem volt egy általános sorrend az index oldalokon, a Google keresésekben. Nekem nem ugyanaz látszott,
mint önnek, és nekem nem ugyanaz látszott, ha kerestem itthon, mintha elmentem egy országhatárral arrébb, mert ott az IP cím földrajzi meghatározottságára is tekintettel volt a Google. Mindegy, rendelj, vegyél részt, mondj róla véleményt, kérd mások véleményét, ez már részvétel, és ha még abba a körbe tartozol, akit nem győztem meg, még csak most ismerkedsz, még akarsz egy-két kört futni, oké, de legalább kérj egy hírlevelet. Légy nyitott, adj nekem egy bizalmat, amivel nem fogok visszaélni. Hát ez a konverzió lényege, és ezek a konverziós útvonalak, és ez a rendszer elsősorban érzelmekre ható, a fogyasztói magatartást követő, sokirányú mátrix. 2010-ben a többszintű site navigáció már alapkövetelmény volt. És itt nem erről van szó, hogy csinálok egy menüt balra, egy másikat jobbra, meg még a topba, meg a láblécbe is rakok néhány információt. Nem. Követik a szintek közötti hierarchiát, a weblap struktúrái és rétegei, és követik a konverziós útvonalakat, amelyekhez ezeket a paramétereket fel kell használni. Igenis, mérések, vevőkövetés, értékelések, fórum, blog, közösségépítés, erre kell alapozni. Az árak, akciók, ajánlatok, kapcsolatok. A vásárlói szokásokhoz igazodó promóció, tájékoztató, konverziós csatornák. A termékek, szolgáltatások és a termék támogatás, mert ma adj terméket, adj hozzá szolgáltatást és adj hozzá tanácsadást. Ma szolgáltatás típusú, szolgáltatás orientált vállalkozási és üzleti modellekben van a lényeg. Azt fogadják el a vevők, ezt igénylik. És a legtetején van a márka, arculat és a képviselt értékek. És észrevették? A csúccsal indult az Apple Computer. A márka, az arculat, a képviselt értékek. Majd jöttek a főbb termékcsoportok, a hozzá kapcsolt szolgáltatások és terméktámogatás. Innen jött a vásárlói szokásokhoz igazodó promóció, a tájékoztatók és a konverziós csatornák meghatározása. És az árak, az akciók, az ajánlatok, a kapcsolat, a közvetlen kapcsolat lehetősége. Csak ezután kerül a vevő fókuszába. És mindezt, hogy jól csináljuk, ehhez a mérések, a vevőkövetés, a Google Analytica és a Google AdWords-höz kapcsolt összes számunkra hasznos és használható tájékoztató adat. Ez mind-mind a fölötte lévő a piramis többi részét segíti. Tudom, igen, tudom, hogy az üzleti kommunikáció és a website navigációs útvonalak közös feladata a konverzió támogatása. És 2010-ben ez ugyanígy volt, mint ma. Ma még inkább így van. Konverzió. Általában a harmadik szintű tájékoztató oldalonnak létre kell jönni. Nem feltétlenül webáruház. Lehet, hogy tanuld meg használni, hogy hogyan kell. Aztán majd ott egy kijárat, mint az autópályán az exitek, a kijáratok, ahol ki tudok menni. Mindenhol nem, de én felajánlom neked 2-3, vagy menj azonnal vásárolni, menj a webáruházba. Vagy regisztrálj, kérj egy hírlevelet. Megadtam neki a 3-4 lehetőséget? Igen. Szabadnak érzi a döntési, cselekvési szabadságát megadtam a vevőnek? Igen. Bizalmat kapok érte cserébe? Igen. Negyedik szintű konverzió. Itt is megvan. Lehet, hogy eddig jutott elő a tanuld meg és használj oldalra jött. Akkor ott fog vásárolni. Lehet, hogy a harmadik szintű tájékoztató oldalon fog. Tessék, tanuld meg eladni. Akkor ez kinek szól? A viszonteladóknak. Nekik is kell oldal. Visszalép.